18 év kihagyás után Dunaszerdahely adott otthont a szlovákiai magyar táncház találkozónak, amelyen felvonult a felvidéki gyermek és felnőtt néptánc együttesek színejava. A szlovákiai magyar néptáncosok szakmai egyesülete a táncház találkozót megelőzően a magyar lakta régió különböző településein táncfórum esteket szervezett, amelyeken a közönség előadásokat hallhatott a táncház mozgalom múltjáról, valamint táncbemutatókat tartottak nem csak a szakma képviselőinek, hanem a többi érdeklődőnek is. Az egyesület célja a néptáncos szakma összefogása és a táncház mozgalom életben tartása. Dél-Szlovákiában ma sokkal több gyerekegyüttes működik, és ifjúsági együttes, mint fölnőtt néptánc együttes, ez régen nem így volt. Nagyon jó minőségű munka folyik, és bízva ebbe a kamasz generációba is, meg abba is, hogy a népzene nem annyira ciki az átlag ember számára, sem mint 25-30 évvel ezelőtt, sokkal elfogadottabb a társadalom számára is, meg talán több helyen is találkozik vele. Abba bízunk, igen, hogy egy ekkora rendezvény most már évente megszervezhető. A táncház találkozón Pozsontól Nagyidáig képviseltették magukat a néptáncosok. A Csallóközi Kismegyer és Csiliszke néptánc együttes is tartott bemutató táncaiból. A csoportvezetők fontosnak értékelték a találkozót, mert amellett, hogy a fiatalok is jobban megismerhetik egymást, a néptánc csoportok figyelemmel kísérhetik egymás munkáját és szakmai fejlődését. Jelen pillanatban nálunk majdnem 70 gyermek táncol, ugye még ez alatt van még egy kisebb korosztály, tehát szerencsére most már Megyeren azért évek óta kialakult az a menet, hogy folyamatos utánpótlás van, hiszen ez a csoport is a felnőtt Megyer táncjutásnak a utánpótlása. Évek alatt így lassan kialakítottuk, hogy évről évre egy új csapatot tudunk indítani és utánpótlásként futtatni. Csallóközi, gömöri, gyimesi, zempléni, ipolymenti és magyar palackai táncok. A nyilvános néptáncoktatáson többek között ezeknek a régióknak, faluknak a táncait lehetett elsajátítani. Az érdeklődőket neves és elismert koreográfusok tanították azzal a céllal, hogy felkeltsék a figyelmüket a néptánc, a népzene és a különböző tájegységekre jellemző népviseletek iránt. Kádár Ignác és Nagy Pál Anett gyimesi táncokat oktatott. Egy rendes hészával kezdtük meg, amivel alapvetően a bálokat elszokták, a bálokat, lakodalmakat kezdeni, hogy a nép egy kicsit felviduljon, tehát megérezze a táncnak a ritmusát. Majd egy kis magyaros csárdást tanítottunk, ami egy nagyon régies változatú tánc. A bálokba, a lagzikba, mindenféle rendezvényen ott kint gyímesbe az a fő tánc, amikor nagyon sokat énekelnek, és sokat forognak és ropogtatnak az előtt. Tehát a kezdőt, meg gyakorlatilag a befejező táncot próbáltam megtanítani. A fogsátorban és a szabadtéri színpadon olyan közkedvelt zenekarok szórakoztatták a műfaj kedvelőit, mint a Kolompos, a Pósfa, vagy éppen a Varjós zenekar. Zenél továbbá a Varsányi Együttes is, amely vonós falusi népzenét játszik. A zenekar ott volt a szlovákiai magyar táncház mozgalom bölcsőjénél, számos táncházban húzta a talpalávalót. Annak idején még a lelkesedés nagyon vitte az egészet előre, bizonyára sokkal kevésbé tudtunk zenélni, és mégis volt benne valami olyan plusz töltet, mert nagyon akartuk, nagyon szerettük, még valami újdonság és ismeretlen is volt tulajdonképpen. Ám az a helyzet, hogy rengeteg ember tud néptáncolni különböző dolgokat, ám de viszont táncházba kevesebben táncolnak. 20-30 évvel ezelőtt, ha valaki felállt táncolni, akkor is felállt, hogyha botladozott, felállt, mert szerette, akarta. Most sokkal többen tudtak táncolni, és mégis úgy tűnik kevesebben táncolnak. A táncos seregszemlén a folk műsor mellett az érdeklődőket kézműves foglalkozások is várták. A Füleki Motolla kézműves kör képviselői arra próbálták nevelni a fiatal generációt, hogy elsajátítsák a népi kis mesterségeket. A foglalkozásvezetők úgy tapasztalják, fogékonyabbak a gyerekek a kézművesség iránt, ha például egy néptánc csoportban már magukba szívják a hagyományok tiszteletét. Ha megelőzi ezt a kézműves bemutatót vagy játszóházat egy előzetes munka, ami egy csoporton belül folyik, vagy egy bármilyen más közösségen belül, akkor sokkal fogékonyabbak a gyerekek. Táncosok ma olyan gyönyörűen kinőtték magukat, és versenyekről versenyekre mennek. Kézművesség egy picit mostoha terület, de én bízom benne, hogy hamarosan mi nálunk is nagy fejlődés fog beállni majd, és ezért dolgozunk.